Csipkés az én ingvállamnak az ujja, göndör az én szeretőmnek a haja. Göndör haját a bal vállamra leteszi, csipkés az én ingvállam beszennyezi. Széjjel néz, én lakok legközelebb a határhoz. Mert itt van a hátam mögött a bejövő, kimenő, Záhonynak a vége, itt van a Záhony végetábla. A vendégmunkások, akik kijárnak Olaszországba, Németországba egy kis busszal, és jönnek visszafele. És olyan is volt már, hogy halottat hoztak a vendégmunkások. Bele volt csavarva egy szőnyegbe, képzeld. Hát otthon akarták eltemetni, gondolom én. Mendelssohn opusz 92-es Allegro Brillant című kompozíciójával kezdünk. Meg a cigit úgy hozzák át a Tiszán, hogy ilyen nájlonzsákba bele van kötve, és akkor irányítják ilyen távkapcsolóval, vagy hogy ezt nem tudom, hogy ott csinálják. Na de hát aki itt született, itt ért el az életét, mert nekem minden ősöm záhonyi. És ez a Záhony, ez a záhonyiaknak a másik oldalon volt a határ. És mikor szabályozták a Tiszát, ugye, akkor Záhony erre az oldalra került, a határa meg ott maradt a másik oldalon, és nagyon sok, még nem jött le, mi van veled, nagyon sok Záhony, ugye, oda maradt a földje, nekünk is. Apámnak is biztos, vagy 20 volt föld, vagy több, meg nagyanyáméknak. Na de hát az oda veszett. Én 25 éve járok az Áhonyi Vasutas Nyugdíjas Klubba, mert én is vasútnál voltam a MÁV óvodába. És a tanárnő, van egy énektanárnő, nagyon díszpolgár az Áhonynak, lovagrendet kapott, cukor nincs benne, ő tanít bennünket ilyen népdalokra. Aztán megkértek, hogy egy kicsit feldobják ezt az egészet, na, ezt a állampolgári eskütételt. Magyarországnak hű állampolgára lesz. Az alaptörvényt és a jogszabályokat. Tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem. Isten engem is segélyez. Itt van mellettünk Kárpátalja, majdnem mindenkinek van rokona Kárpátalján, úgyhogy mi nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel énekelünk ezen a rendezvényen. Sanyika, kész vagy? Légy szív, álljatok föl, fáradjatok fel, akkor ő, ahogy kell. Sanyikám, az agyúrom is, de a magasabbik változatod a... Az egyik hölgy, amikor vége volt az ünnepségnek, könnyes volt a szeme, és úgy ment kifele, még a táskáját is itt felejtette, és akkor kérdeztük tőle, hogy tetszette a műsor, és azt mondta, hogy az nem kifejezés, úgy éreztem magam, mint a templomba lennék. Rágott a rét, zengjen újra a madár, úgy, mint valaha rég. Kezdődött ez az állampolgárság osztása, vagy hogy magyarázzam. Minden ukrajnai kapott egy ilyen díszgyertyát, nemzeti színnel áttekerve, de egy nagyot. Aztán már annyi sokan jöttek, hogy sokalták, mert sokba került. Akkor kisebbre vették, most meg már nem kapnak semmit. Még a legelején még egy kis pezsgővel is megkínálták őket. De most már mi meg kértünk akkor, hogy adjon már emlékbe nekünk is egyet.
Hát egy vasárnap bejött egy fiatalember, hogy akkor nagy volt nagyon a forgalom, és azt kérdezte, nem-e tehet neki egy reklámtáblát. Hát aztán eldöntöttük, hogy tegye ki, hát nem zavar minket itt a kerítésnél. Nem kell vele annyit dolgozni, mint az almával, ugye, permetezni, meg minden. És akkor kirakta. Ezen most nincs semmi, mert hogyha üres, akkor nem fizet. De ha van rajta, akkor 6000 forint. Gyere, Bukcsi, Buksi, kapsz egy kis csontot. Na, gyere! Gyere, Buksi! Na, kap ő venni. Nagyon is el van kényeztetve. A 90-es évek elején, hát amikor volt az a, tudod, az a rendszerváltás után, mikor megindult ez a nagy áradat, hogy jött mindenki, jött, ment. A lengyel piac itt megnyílt a Tiszaparton, itt mindjárt a töltés alatt. Rengeteg mindent árultak a lengyelek. Amit nem adtak el, azt ismerősöknél betették. És aztán még már nem jöttek, és kis iskolaköpenyeket egy táskával, meg hát sok mindent itt hagyogattak. És én meg elosztogattam, akinek szüksége volt rá. Ide járt be egy orosz, tárcákat vettem tőle. Ez jó minőségű volt, ezek a orosz tárcák. Fürdőszobában nem jó a vízcsap. És ezt ott vett, vagy 400. Hogy hívják volt? Rívnya van ott. De lehet forintért is, ott is váltják világba. Krumpli pucoló, az is orosz. Új krumplit lehet vele. Az a habverő is az, de ez el van romolva. Volt egy ruszki, aki sokat ide bejött nálam, attól sok mindent vettem. Vagy amit kértem, azt elhozta. Idd még már a kávét. Vannak, akik velünk együtt jöttek, együtt jártuk, Bécet legelőtt. Itt maradtak, jó magyarok lettek, harcos kunok, jászok, besenyők. Halló, hello! Tudunk most beszélni? Potenciálisan egy érdekes szolgáltatást szeretnénk kitalálni űrösök. Űrösöknek, meg földfigyelőknek. A neve az úgy hangzik, hogy multispektrális prediktív képalkotás. Multispectral Predictive Imaging. Még nincs levédve, úgyhogy ez még eléggé titok. Ez a hang, amit kiad, ez jelent valamit? Vagy? Igen, az azt jelenti, hogy menjetek innen, mert félek. Elegem van minden, mi azt mondjuk.